Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a stúdióban Márki Zaj Péter, a Mindenki Magyarországon néppárt elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, megtisztelő. Gulyás Gergely azt mondta, hogy Magyar Péter tulajdonképpen olyan, mint ön, csak ön legalább nem verte a feleségét, akkor a mini Feri után megvan a mini Peti? Igen, lehetne. Nem tudom, hogy ennek mi a célja, pontosabban nyilván sejtem vagy ötleteim vannak, hogy a Magyar Pétert megpróbálják összemárkizaizni. Nyilván ez egy gyenge változata az összegyurcsányozásnak, tehát gyurcsánnyal nehéz Magyar Pétert összehozni, a velem való összehasonlítással gondolják ezt a célt közvetetlen elérni, föltételezem, de egy apró pontosítást, ami nagyon fontos, azért hadd tegyek, tehát a nem verte a feleségét, nem hangzott el Gulyás Gergely szájából, valószínűleg ő, mint jó barátja a Magyar Varga házaspárnak, ő pontosan tudja azt, hogy ahogy sehol, egyetlen beszélgetésben sem hangzott el, hogy verte volna, ő azt mondta, hogy terrorizálja, nem terrorizálja a feleségét. Én meg erre azt szoktam mondani, hogy akkor ez egy újabb bizonyíték arra, hogy megfigyelnek. Lebuktam, hogy én nem terrorizálom a feleségemet. Hát végre valami jó dologgal bukott le. Amikor legutóbb itt járt nálunk, az nagy... Amivel én lebuktam, az mind jó dolog. Tehát az, hogy mi elszámoltunk fillérre pontosan a kampánypénzeinkkel, az is egy ilyen, a titkos szolgálat megnézte, és fillérre pont annyit hozott ki, mint amit mi nyilvánosságra hoztunk sokkal korábban, úgyhogy megint bebizonyították, hogy nem hazudok. Amikor legutóbb itt járt nálunk, akkor azt mondta, hogy egyébként kezdeményezett találkozott Magyar Péterrel, illetve üzent is neki, hogy ha úgy van, akkor akár a pártjuk listáján is szívesen látják. Azóta történt-e kommunikáció? Nem történt, én úgy látom, hogy nem is akar, és legutóbb azt hiszem Ungár Péter mondta, hogy neki megvan a Magyar Péter száma, én nem kértem el. Nem, tehát felajánlottuk azt, hogy bármiben segítünk neki az Orbán rendszer megbuktatásában, ha ő nem él ezzel, egyedül fogja csinálni, csinálja. Korábban ön volt az, aki azért általában, ha van ilyen, nem tudom, van ilyen a magyar politikában, hogy ki a Fidesz Bérenc és ki nem, tehát hogy ennek a szakértője, hogy most így, hogy már több hét eltelt, Magyar Pétert hova teszi, a Fidesz által megvett és irányított emberek közé, vagy tényleg a független emberek közé? Hát az biztos, hogy nem a Fidesz által. Tehát az, ekkora kárt nem okozott senki a Fidesznek az elmúlt időszakban. Tehát én azt látom, hogy noha az ellenzéki pártok is féltik a szavazataikat Magyar Pétertől. Én azt gondolom, hogy ha egy pártot szerez magának és elindul egy EP választáson, akkor nagyon könnyen kaphat mondjuk 10%-ot, vagy akár többet is. Annak valószínűleg a 80%-át az ellenzéki pártoktól fogja elvenni, de nekem az a 20%-a fontos, amit a Fidesztől veszel. Meg aki esetleg passzív. Mert most, ahogy máshol fogalmaztam, a Magyar Péter, aki abszolút benfentes a NER legbelsőbb köreibe, ő egy zseblámpával bevilágít a külső Fidesz körhöz tartozó szavazók, szimpatizánsok számára, és zseblámpával bevilágít abba a sötét lyukba, hogy hogyan működtetik maffiaként a Magyarországot irányító pártot és kormányt. Tehát ez nagyon sok Fidesz szavazót elbizonytlanít, és hogyha ezt mi nem tudnánk logikusan akár kikövetkeztetni, akkor nagyon sokat elárul az, hogy a Fidesz mennyi pénzt költ Magyar Péter lejáratására. Tehát ebből látjuk azt, hogy Magyar Péter a Fideszre nagyon is, hogy veszélyes, úgyhogy biztos, hogy nem. Lehet, hogy több szavazatot veszel az ellenzéktől, de a Fidesz számára veszélyesebb. Önnek nem okoz frusztrációt az, hogy adott esetben most több lájkot kap, többen vannak a rendezvényein, és hogy mondjuk azt megvalósítja, amit mondjuk a 2022-es kampányban is akár lehetett volna? Nem, őszintén szóval, igen, van, aki ezzel ellenzéki, hogy mondjam, kollégákat szoktak azzal vádolni, hogy ők féltékenyek mondjuk, vagy irigyek a Magyar Péter. Én háttérbeszélgetésekben hallom is ezt, hogy azért hogy mindenki meg van rezdülve, rezzenve, hogy mi lesz az eredmény, meg hogy egyáltalán. Én azt is el tudom képzelni, hogy a DK Párbeszéd és MSZP összeállásának is van köze ahhoz, hogy még ők is azt mérték, vagy gondolják, hogy esetleg külön-külön, mondjuk két hét alatt még nekik is nehéz lenne külön-külön összeszedni mondjuk 20 ezer aláírást, ami egy nagy kihívás vagyok meg itt. A Magyar Péter jelenség nem azt mutatja egyébként, hogy egyetlen egy dologra egyszerűsödött tényleg le ez a történet, hogy ez a rendszer, vagy nem ez a rendszer, és tudatosan nem azt mondom, hogy Fidesz nem Fidesz, hanem hogy ez a rendszer ellenzékestől mindenestől, vagy egy másik rendszer. De én ezzel egyetértek, mindjárt pontosítanám is ezt, de előtte csak befejezve az előző gondolatot, tehát az előző választáson az összefogást mind kényszert éltük meg,
olyanokkal is, akikről most Magyar Péter állítja, hogy a Fidesz árulói, hiszen összefognak, a háttérben a Fidesszel egyeztetnek. Erről egyébként a szabadeurópa.hu-n egy cikk sorozat volt tavaly évelején, és ott nagyon részletesen le volt vezetve, hogy akár a legnagyobb ellenzéki párt, akár más ellenzékiek hogyan kooperáltak a múltban a Fidesszel, közös korrupciós üzletek, egymás embereinek megtartása, akár a Gréci Zsolt visszajuttatása a parlamentbe, és a többi. Tehát, hogy van egy együttműködés a Fidesz és a baloldal ellenzéki pártok között. Magyar Péter szándékosan távolodott el, most a Fidesztől is egyre inkább, nyilvánvaló, bár onnan jött, de mindvégig megőrizte a távolságot, nem csak a baloldali ellenzékkel, hanem még velünk is. Ő láthatóan egy másik modellt képvisel, és őszintén szólva abban a reménytelen helyzetben, ahol már matematikai megoldást nem láttunk arra, hogy lehet Orbánt leváltani, nem is nagyon marad más út, mint a nagyfokú, széleskörű népi elégedetlenség, hogy nem mondjam népharag. Tehát a pedofil botrány után, a világrekorder infláció után is az okokat lehetne még sorolni. Embercsempészek szabadonbocsátása, migráns betelepítés tömegesen. Ugye ezt most vendégmunkásnak hívják, de korábban azt mondták, hogy vendégmunkásokat se hoz be Orbán maga. Telexnek egy nagyon jó videója volt éppen most húsvét hétfőn, amit kiadtak erről. A legfontosabb kampány hazugsága a Fidesznek az elmúlt években, amikor azt állították, hogy még vendégmunkások akarnak, most meg tömegével hozzák be a vendégmunkásokat. De az akugyárak, a környezetszennyezés, az kivándorlás, az előregedés, az egészségügy, a közlekedés, az oktatás összeomlása egy olyan népharag lehet, amit egyébként én azt gondolom például Törökországban az ottani választások hasonlóképpen mutatták meg Erdogan esetében. Ez elsöpörheti Orbán rendszerét, és Magyar Péter ezt képviseli, azt az igényt lovagolja meg, ami rendszerváltásra egy látás igény megvan. Az ellenzéki pártokban nem bíztak már az emberek, de ebből a rendszerből elegük van. Jól mondhatom. Ami nekem érdekes, ha így összehasonlítjuk önt meg Magyar Pétert, hogy emlékszem arra, amikor az előválasztás volt, én ugye azért alapvetően a YouTube-ra gyártok tartalmat, hogy bármi, amihez odaírtuk, hogy Márki-Zay Péter, azt brutálisan nézték. És a saját környezetemben is azt láttam, hogy még akár a fideszesek is azt mondták, hogy na, itt van valaki, aki nem a régi. És aztán egy pár hónap alatt meg azt láttam, hogy valahogy az ön népszerűsége így, nyilván ehhez a szisztematikus megafon videók és a minden kellett, igen, de most viszont Magyar Péter esetében, bár nyilván nem telt el ilyen hosszú idő, azt látom, hogy mindenfajta kormányzati támadás az kontraproduktív, mert egy mondat van erre, hogy a Rogán propaganda gyára. Változott valami 2022-höz képest, vagy ez a intenzív kommunikáció, ami önnel kapcsolatban is volt, ez akár Magyar Pétert is megrengetheti? Nézze, a Magyar Péter, erről beszéljünk először, hogy mi változik, és az a változás egy nagyon fontos dolog, de még előtte hadd említsem meg, hogy valóban még nem teljesen összehasonlítható a két helyzet. Akkor egy éveken át, én ugye az előválasztás idején 3 éve már polgármester voltam, és én nekem a feltűnésemtől kezdve országos támadást kaptam mindig a Fidesz média részéről. Ettől független valóban, sőt az ellenzéki média részéről is. Én, mint jobboldali ellenzéki, a baloldali ellenzéki média, az sose kedvelt mindig nagy erővel. Tehát a nyugati fényen nem lehetett nagyon PR-cikkeket olvasni. Ott biztos, hogy nem, igen. De nem csak ott, hanem a Telex. Például a Telexről éppen egy talán Fideszhez közelebb álló médiakutató elemző mutatta ki, hogy a mi választási kampányunkat a 22-es kampányban egy Mandiner és egy Index mondjuk 40%-ban pozitívan vagy semlegesen számolt be a mi kampányunkról, és csak 60%-ban volt negatív. Ez lehetséges az, hogy azt a legendát erősíti, hogy a Telex inkább a DK-hoz kötődik? A Telex az 11%-ban volt semleges vagy pozitív, az azt jelenti, hogy 89%-ban negatívan írt a kampányunkról. Amikor kijöttünk, azt szerintem az elmúlt 30 év legjobb programjával, kiváló szakértők írták, tehát tényleg volt egy nagyon jó programunk. Maga az ellenzéki sajtó is addig az a kritizált, nincs, a Fidesznek sose volt programja, minket meg azért kritizált, mert később jöttünk ki egy-két nappal vagy héttel. De nem csak ez a kritika volt ott, hanem ilyen, nem tudom, populista ígérgetés és Orbán kritika az ellenzék programja. Nem, az volt egy kiváló, meg reális, számokkal alátámasztott, mindenki volt számol mögött, tehát tényleg egy fantasztikus program volt, az egyik csúcs teljesítmény az elmúlt 31 néhány évnek. És például a Telexnek a címlapját meg kell nézni aznap, és akkor látják, hogy van az, hogy 89%-ban a Telex a mi kampányunk ellen volt. De ön ezt minek tulajdonítja, hogy az újságírói szabadságnak, mert hogy egyébként ugye nyilván a sajtószabadság ez nekem például abszolút belefér, vagy
ami meg mondjuk nekem nem fér bele, hogy irányítják a sajtot, tehát még oda telefonál, nem tudom, hogy léci fiúk, ne erről írjunk. Mi nem irányítottuk, nem is volt ilyen kapacitásunk őszintén szólva. Hogy a Telex a Gyurcsány pártján van, vagy nem, igen, lehet a Fidesz pártján, lehet a Gyurcsány pártján, lehet bárki. Mikor a Telexet a Fidesz pártjára nevezni, az azért nehéz, mert az előbb mondta el a Telex másik videóját. Az, hogy én nem hiszem, hogy a Gyurcsány, de az lehet, hogy a Gyurcsány Ferencnek mondjuk, hogy mondjam, ő nem akart esetleg megnyerni a 22-es választást, erre sok bizonyíték jár, stb. Van, lásd a Szabad Európa sorozat. De talán legalább a saját jelöltjei miatt Gyurcsány Ferencnek mégis az lett volna jó szerintem, hogyha az ellenzék az jól szerepel ezen a választáson. Az a Fidesznek volt az érdeke, hogy mondjuk valaki 89%-ban negatívan számoljon be a mi kampányunkról, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy a Telexet a Fidesz irányítja. De emlékszel, hogy ez egy újságírói szabadság? Tehát ők úgy látták. Például a 888 az fordítva, az 80%-ban semleges vagy pozitív, és csak 20%-ban negatívan számolt be a kampányunkról. A Telex fordítva. Én azt gondolom, hogy a 888 is független, az újságírói szabadság, a 888, az bocsánat. Igen, nem, mert néztem. 80%-nál már eltévesztett. Tehát a 444 volt a legkorrektebb ilyen szempontból, mert az, és itt mondom, szeretném hangsúlyozni, tehát nem azt mondtam, hogy pozitívan, hanem a kimutatás azt mondta, hogy pozitív vagy semleges. Jó, tehát a 444-en 80%-ban pozitív vagy semleges volt a beszámoló, és csak mondjuk 20%-ban negatív, a Telexnél ez fordítva volt, 89%-ban negatív, vagy negatív, és csak 11%-ban pozitív vagy semleges. Nem, én ettől még nagyon szeretem, ismerek nagyon sok telexes újságírót, nagyra becsülöm a munkájukat, éppen most dicsértem meg azt a hétfői videót, amit összeállítottak ebbe a kérdésbe. Fantasztikus munka. De egyébként én azt is észrevettem, amikor mondjuk Lázár Jánosnak egy szinte fizetett PR cikk film jött le, egy kis film, talán 21. Én nem néztem, ott a Lada Nivával ment a Lázár János, de itt meg nem az van, nem hogy... nem tettek fel neki kínos kérdéseket, tehát egy gyakorlatilag egy PR cikket hoztak le Lázár Jánoshoz, és amikor én felhívtam a telexes kollégákat, hogy elnézést mondom, ha már Lázár Jánosnak teret adtak, hogy hazudozzon az ő felületeiken, esetleg én elmondhatnám-e az valóságot, mondjuk akár a Lázár kastély ügyéről, meg még nagyon sok disznóságáról, azt mondták, majd talán később. Tehát én nem kaptam megszólalási lehetőséget ugyanabban a kérdésben, amiben Lázár gátlástalanul terjeszthette a saját narratíváját, kínos kérdések nélkül egy telexes, nagyon jól futó videóinterjúba. Tehát én azt látom, hogy ez lehet, és még azt sem mondom, hogy aki a videót készítette, vagy a anyagot készítette, hogy az bármilyen módon befolyásolták volna, de hogy összességében a Telexnek valamiért a Lázár Jánost érdemes volt promotálnia és pozitívan beállítania, és a kritikát velem nem engedték elmondani ott, annak biztos van valami oka. Vagy annak, hogy miért volt 11%-ban csak pozitív vagy semleges a Telex a kampányba velünk, és mondjuk a 444 pedig 80%-ban. Tehát én azt gondolom, hogy ott a Telexnek is volt egy saját célja, ami még egyszer mondom, a mostani hétfői videó pedig egy zseniális videó arról, hogy a Orbán kormány hogyan hazudtalta meg a saját korábbi ígéreteit sorra mind. Ugye én azért vagyok kicsit zavarban, mert szerintem ennek normális esetben úgy kéne működnie, hogy egy politikus abszolút nem minősíti a sajtót, mert hogy az a sajtószabadság. Ugye azért bonyolultabb a helyzet, mert tudjuk egy csomó sajtóorgánumról, hogy honnan kapja a pénzt, és hogy hogyan szolgál ki tényleges párt érdekeket. Ezért nehéz ez az. Nem tudom megállni, hogy nem mondjam azt, hogy ugye engem sokat kritizáltak azért, hogy például a névvel szoktam bírókat kritizálni. Egy normális országban, ahol jogállam van, egy politikusnak, sőt egy állampolgárnak is tartózkodni kéne attól, hogy kétségbe vonja egy bírónak a függetlenségét. Nálunk, amikor látványosan botrányos koncepciós ítéletek születnek a bíróságon, számunkra elnyomott, letámadott, kritizált, nem tudom, ilyen ellenzékiként, nem nagyon marad más, mint a nyilvánosság. Az egyetlen dolog, például most egy 75 éves aktivistánkat, a Szabó Margit Momót, Lázár János beperelte. 4 bíróság dobta már vissza. Egy olyan bíróság is, aki közel egy évig ott volt náluk Szegeden ez a per, és a bíró több per tárgyalást lefolytatva, hirtelen rájött, hogy ő elfogult. Lepasszolta. És utána sorra most már 4 bíróság kizáratta magát elfogultságra hivatkozva a Lázár János által egy 74 éves aktivista ellen indított perből. Nyilvánvaló a számomra, hogy egy olyan nyomás helyeződött ezekre a bírókra, hogy a saját erkölcseit és szakmaiságát kellett volna feladnia, és egy hatalomnak tetsző ítéletet hozni, és ebben nem mentek bele.
Miért van az, hogy valaki lefolytat két tárgyal, azt a harmadiknál rájön, hogy elfogult? Hát ilyen nincs. Ennek valami nagyon komoly oka van. Az a két bíró, akit mindig el szoktam nevezni, fölháborító koncepciós ítéleteket hozott, de azzal, hogy ez nagy nyilvánosság előtt a bíró nevével együtt mondtam el, annak egy nagyon fontos célja volt, hogy ezek az emberek ne merjenek lefeküdni a hatalomnak. Ne merjen csak azért, mert a párt ezt kívánja, erkölcstelen gazemberi ítéleteket. És hogy lehet, ha használ ez? Használ. Ez úgy, bocsánat, nagyon sok olyan dolog van, amit egyébként egy jogállamban megkérdőjelezhető, akár a miniszterelnöknek, a fiának a szexuális orientációról beszélni, ezt jogosan kritizálja bárki, de ebben az országban, ahol a meleg közösséget letámadja a Fidesz egy gyűlöletkampánnyal, itt abszolút nem mellékes az, hogy a Fideszben hány meleg van, mert az, amivel egyedül le tudtuk állítani ezeket a gyűlöletkampányokat. Ugyanígy a bírók, hogy egyáltalán tisztes, hál' Istennek most már az Európai Unió is egy jelentős nyomást helyezett el tekintetben Magyarország, de sajnos nekünk előtte az egyetlen fegyverünk az volt, hogy ha nyilvánosság elé hoztuk a koncepciós ítéleteket, és az illető bíró elszégyelte magát, a többi meg nem akart ilyen helyzetbe kerülni. Én azért vagyok egy kicsit bizonytalan ebben, mert mondjuk ott a bíró, van egy nap négy ügye, az egyik mondjuk egy sajtó, vagy rágalmazási per, vagy valami, a másik meg nem tudom én egy súlyos testi sértés. És akkor mondjuk a rágalmazási perben önök megmondják, hogy az a bíró az egyébként lefeküdt a Fidesznek, mert olyan ítéletet hozott, akkor utána bemegy a testi sértéses ember, és akkor a bíró nyilván hoz egy ítéletet a BTK alapján, és azt mondja, hogy hát egyébként meg ez szörnyű diktatúra bírójának, hát egyébként én nem is érdekel, hogy mit mond, vagy egyébként... De Tamás, az a lényeg, hogy ilyen bíró nem lehetne. Nem lehet olyan, és akkor most a leglátványosabb példát hadd hozzam fel. Igen, de azt ugye ön mondja, hogy a bíró politikai... Az egyik bíró kimondta azt, hogy Lázár János ártatlan, mert büntetlen előéletű. Ennyire hülye bíró nem lehet Magyarországon. Ezt valaki csak politikai nyomásra mondhat ekkora marhaságot. De szó szerint ez volt az ítéletben, hogy azért... Azzal mentette fel, hogy én állítólag rágalom, bűncselekménnyel vádoltam le, ezért nem vádoltam ezzel. A bíró nem tudta megmondani, hogy milyen bűncselekmény. Tehát azt az ítéletben leírta, hogy én bűncselekménnyel vádoltam, Lázár ezzel vádolt engem. De nem tudták megmondani, hogy milyen bűncselekménnyel vádoltam Lázárt. Ez már itt már ki kellett volna dobni a Lázár keresetét. De ő azt mondta, hogy nem csak, hogy bűncselekménnyel vádoltam, de Lázárt ártatlanul vádoltam bűncselekménnyel, hiszen Lázár János ártatlan, büntetlen előéletű. Na tehát ez innentől kezdve egy jogállamban ilyen bírod nem működhet sehol. Mert hiszen, hogyha valaki legipuskáz a nyugati téren egy tömeget, de addig ártatlannak minősül ezen egy bíró szerint, hiszen büntetlen előéletű volt, tehát ez nem lehet fölmentés alapja. Ha valakit bűncselekménye vádolnak, akkor nem hivatkozhat arra, hogy büntetlen előtt, tehát ártatlan. Tehát már maga ez egy joghalál. Tehát azért mondom, hogy itt például nem kell semmit tovább menni, ilyen bíró még egy nem tudom, milyen ügyet mondott az imént Tamás, tehát egy testisértéses vagy egy ügyet, jó? Tehát abba se ítélkezhet. Mert a bíró nem bíró. Én azért vagyok még szintén egy kicsit bizonytalan, mert még újságíró koromban én is jártam különböző sajtóperekre, és az volt a tapasztalatom, hogy tényleg ahány bíró, annyi ítélet, és akár ugyanabban az ügyben két teljesen különböző ítélet született. Egy fideszes barátom mondta ezt 20 évvel ezelőtt, hogy Magyarországon fölháborító, hogy mennyire nincs jogegység. Ő erre panaszkodott. 20 évvel ezelőtt nem is Fidesz volt kormánya. És azért mondom, hogy már akkor is ez volt az ügyvédként, neki ez volt a problémája, hogy Debrecenben más ítélet születne ugyanabban az ügyben, mint Szegeden. És ez nem jó. Na menjünk egy kicsit tovább, ugye itt beszéltünk erről, hogy hát onnan kanyarodtunk el, hogy a Magyar Péternek a népszerűsége, illetve az ön népszerűség vesztése vajon, és hogy van-e tanács a Magyar Péternek, hogy mire figyeljen az, vagy van-e, amit másként csinál ön most, ha újra kezdhetné a 2022-es kampányt? Én azt gondolom, hogy nem szorul rá a tanácsaimra, nagyon jól csinálja Magyar Péter, amit csinál, teljesen más helyzetből, más háttérrel és a többi. De én azt szeretném hangsúlyozni, nekem nem az a fontos, hogy Magyar Péter mennyire sikeres, hanem hogy a Fidesz hatalmát le tudjuk bontani. Tehát amit ő csinál, teljesen más környezetben és más módszerekkel, mint amit mi csináltunk, de a cél közös. Az, hogy Magyarország végre egy jogállam legyen, egy demokrácia legyen, egy gazdagodó, boldog, egészséges ország legyen, ez a cél. Ehhez el kell takarítani azt a maffiát, amit ő leleplez. Nagyon hasznosan leplezi le. Nagyon sokat mond a Magyar Péter jelenségről is, hogy ő neki egy, ugye nálam is nagyon érdekes, mert ugye azt szokták, az én ellenem használt fideszes támadási felületek, azok egyrészt szintiszta hadugságok voltak, sosem mondtam olyat, hogy katonákat küldenénk Ukrajnába, meg elzárnánk a gázcsapokat, tehát ez mind szintiszta hadugság volt. A másik az pedig azt mondják, hogy hülyeségeket beszél. Ugye, na most ezt találták csak. Bármelyik másik politikus társammal kapcsolatban, ott tényleg lett volna akár alapja is egy gyurcsányozásnak, némelyik Dobrev Kláránál nem kell, ugye, vitatkozni erről,
adott esetben egy korábbi korrupcióban érintett pártokkal való kapcsolata, vagy saját magának a hozzáállása a korábbi korrupcióhoz, ezek mind lettek volna támadási alapok mással szemben. Ellenem ilyet nem tudtak találni. Most Magyar Péternél természetesen vannak, mindenkinél vannak támadási felületek, őt a magánéletén keresztül támadják. Őt az ellenzék támadhatná azzal, hogy a NER-ben miért nem szólt hamarabb, miért kapott olyan zsíros állásokat, amiről a Fidesz most azt állítja, hogy politikai állások voltak. Ugye eddig föl se tételezte a Fidesz, hogy politikai alapon kapnak emberek zsíros állásokat, most ők maguk mondják el. De ezekkel lehet, az ellenzék támadhatná ezzel Magyar Péter, de nem. A Fidesz a személyéről szóló lejárató kampányba őt egy pszichopata nőverőként festi le, miközben senki soha nem mondta, hogy ő megütötte volna Varga Judit. Ott a fordítottjáról van némi bizonyítékunk, ugye? Őt ezzel próbálják lejáratni. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy maffia állam működik Magyarországon, és az akkor hivatalban lévő igazságügyi miniszter ezt maga mondja el egy felvételen, és ezt nem tudják cáfolni. Itt a bizonyíték arra, hogy egy maffia működteti az országot, rabolják ki a szegény embereket, veszik el a vagyonukat a végrehajtók, amiből leadják a sápot a Fidesz legfelső vezetőinek. Ezért ez nem ez hangzik el a felvételen, ugye? Az hangzik el a felvételen, hogy kinek az embere lehet Sadl György, mert érdekes volt, mert arra nem kapta fel senki a fejét, de hogy ott még ugye a Sadl György szülei esetében is, hogy a titkosszolgálatnak dolgoznak, meg ilyenek, ugye ott volt egy ilyen félmondat, ami nem is teljesen érthető, és hogy például azzal úgy ott van, hogy, mert hogy az ő szülei is a titkosszolgálat, izé, ott elkezdi egy szerintem ilyen... Szerintem az a Varga Juditnak az édesapjáról volt szó, nem? Az ügynek volt a kommunista rendszer. Én nem mondom, nem, abból a kontextusból nem ez jön ki. De ugye azért ezen a, ugye nyilván ezren elemezték már ezt a hangfelvételt, de ugye ott arról is beszél Varga Judit, hogy Polt Péter nem ura az ügyészségnek, ezért az ügyészség nem feltétlenül teljesíti azt, amit kérnek. Ez tehát az ügy, ezért lett baj. Ha Polt Péter ura a helyzetnek, akkor nem fordulhat elő, hogy egy fideszes tolvaj korrupt gazembert letartóztassanak, mert Polt Péter nyilvánvalóan azért van ott, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Hát meg ugye már rendőrség, ha olyan nagy diktatúra lenne, akkor ugye ilyen ügyet gondolom már alapból nem nyomozna a rendőrség. Egy nagyon-nagyon fontos dolog, így van, tehát nagyon kíváncsiak lennénk, ugye azt is tudjuk, hogy egy tök véletlen kapcsán derült ki az, hogy a Fidesz pedofil támogatókat, pedofil bűnügyben érintett, elítélt bűnözőket szabadlábra helyez. Nem hajlandóak megmondani, ki ez a másik 38, akit szabadlábra helyeztek, hogy azok között hány pedofil van például, meg hány terrorista, meg hány korrupt fideszes politikus. De mindesetre ezeket a kegyelem gyakorlásának ezt az anomáliáját, ezt csak egy véletlen során derítették ki. Itt is tulajdonképpen a K. Endre, vagy Kóny Endre, most már szerintem mindenki kimondta, tehát ő volt olyan mohó, vagy türelmetlen, hogy ő a legfelsőbb bíróságra, a kúriára ment az ügyével, ahelyett, hogy megelégedett volna azzal, hogy kegyelembe részesült. Nem, hogy kegyelmet kapott, még kérjenek is tőle bocsánatot gyakorlatilag. Hát, tehát gyakorlatilag az ő türelmetlensége miatt került a kúriára, az ügy, a kúriának az iratai egy szűk körben nyilvánosak voltak, és ezt valaki felfedezte, és ebből lett egy országos ügy. Egyébként a Fidesz összes pedofil botrányát eltitkolták volna, hiszen ez az ügy is csak véletlenül derült ki. És ugyanez a helyzet itt is, amit ön mond, hogy volt, ez nagyon kíváncsi lennék rá, de ezek a névtelen hősök azok, akik ezt a rendszert igazán meg tudják roppantani. Volt valaki, aki ezt a nyomozást a Völner ellen lehallgatás és a többi elindította és engedélyezte. A Polt Péter tudta nélkül. Tehát Polt Pétert kijátszva valamelyik kollégája... De nem az volt, hogy egy másik ügyben nyomoztak, és egyszer csak ott a Völner ilyen mellékágon fennakadt a hálón. Tehát, hogy még csak igen. Hősnek se kellett lenni, hanem... Nem, ehhez is kellene, hősnek kell lenni, mert hogyha ezt a kérdést nyilvánvalóan az egész kontextusból azt látjuk bizonyítva, hogy ha amit a Varga Judit mond, abból ez derül ki, tehát hogyha ő például... Igen, mellékszál kiderül, hogy ez mekkora gazember. De hogyha szól a Poltnak, a Polt nem engedte volna ezt az ügyet tovább menni. Valahogy ez kisiklott, de nem az van, nem hogy, tudta leállítani. Nem az van, hogy itt azért, mert az önhöz területileg közel álló Mennyi Roland, meg Simonka nem, György, meg Boldog István, Simonka nincs messze. Az Békés megyében van, a Mennyi Roland az északon van, az Borsod megye, tehát az más. Ja, nekem Dunántúlinak minden alföld, bocsánat. Jó, szóval, hogy akkor tehát, hogy a Boldog István, Simonka, Mennyi Roland, szóval, hogy itt történtek azért ilyen ügyek az elmúlt években Isten, is. Nem tudom, hogy ott mi volt a bukás oka, de... Nem lehet, hogy a hülyeség? Tehát, hogy egyszerűen aki hülye, az megbukik? Hát biztos ez is hozzájárul, de én azt látom, hogy például a Boldog István ügy, ez egy érdekes dolog, mert ott egy talán fideszes polgármester vallotta vallomásában ellen, és abból
pattant ki az egész. Tehát ott például egy, igen, én azt gondolom, hogy Lázár Jánost, egy Rogánt, egy bárkit fenyeget az a veszély, hogy egyszer csak valaki, akivel ő üzletel, az elkezd majd beszélni az ő visel dolgairól, hogy lett Lázárnak kastélye hirtelen, hogyan tavadta le és hazudta le, hogy az ővé, aztán meg az ővé lett, hogy lett sokszoros milliárdos ember. Úgyhogy ő elvileg csak egy szerény fizetésből élő politikus volt egész életében. Na, szóval ezeket a dolgokat, hogyha valaki egyszer elkezdi firtatni, egy sima navos kollega, az megbuktathatja az egész rendszert. Ha előfordulhatott a legfőbb ügyészségen, hogy a poltot kiátszva valaki ott elindított egy Völner, egy igazságminiszter helyettes ellen egy lehallgatást, egy bizonyítékgyűjtést, és ezzel lebuktatták az egyik legnagyobb maffia bűntét Magyarországon, akkor ugyanezt megtehetné valaki az összes többi fideszes bűnöző esetében is, és lehet, hogy egy adóhatósági ügyintéző, ha hirtelen, de persze nem reális most pillanatnyilag, de egy vagyonosodási vizsgálata, ugyan nézzük már meg, hogy honnan lett Lázár Jánosnak ekkora vagyona. Például. De nincsen, nyilván a vagyonnyilatkozatok miatt, meg egyebek miatt, tehát nem az van, hogy én véletlenül sem akarom azt mondani, hogy Magyarországon nincs korrupció, hiszen az elég nem hülye mondat lenne. De nem az van, hogy Magyarországon legalizált korrupció van, tehát hogy így úgy csűrik, csavarják a szabályokat versenyhelyzetet, hogy aztán egyébként senkinek ne kelljen börtönbe menni. Ezt hívják, igen, ez abszolút így van. Ez abszolút így van. Még Vásárhelyen is közismert volt, hogy nagyon sok fölháborító dolgot, például Lázár János a közgyűlésen megszavaztatott. És akkor ő úgy gondolta, hogy ő fel van mentve polgármesterként, hiszen a közgyűlés döntött erről. Tehát van egy ilyen vonatkozás, törvényeket hoznak sokszor a lopásra, tehát azt is látjuk, nagyon sok törvény is van, de én azt 2 évvel ezelőtt is elmondtam már, hogy nagyon sok olyan dolog van, amivel simán meg lehetne fogni ezeket a bűnözőket, ha az adóhatóság meg az ügyészség végezni a munkáját. Tehát nincs minden legalizálva, nincs minden lefedve. Az, hogy valaki megfenyeget és fel akar vásárolni egy Spár hálózatot például, vagy maffia módjára a sajtóban nyilvánosan fenyegeti meg a német cement, vagy svájci cementgyárakat és építőipari cégeket, hogy takarodjanak ki az országból, ez az Európai Unió jogával durván szembe megy. Tehát ezért felfüggeszthetnék az összes kifizetés Magyarországnak, csak erre hivatkozva is, hogy Lázár miket mondott a német meg svájci építőipari cégeknek. Ugyanis ez az európai joggal ellentétes. Tehát van rengeteg olyan dolog, amivel igenis rács mögé lehetne dugni egy csomó bűnözőt, hogyha végeznék a dolgokat. Ilyenkor a kormány mindig azt... Ilyenkor a kormány egyébként... A Völner ügyben, aki végezte a dolgát. Ugye a kormány ilyenkor mindig azt mondja, hogy tessenek feljelentést tenni, meg hozzanak bizonyítékokat. Ha a vádemelési monopóliuma van, akkor hiába teszünk feljelentést. Tehát mi abba bízhatunk, hogy egy mellé... De tesznek egyébként? Tessék? Tesznek egyébként. Mi magunk is. És akkor mi történik ilyenkor? Például ugye ez a legutóbbi ügyben a Tóni, a Barbara és az Ádám. Erre hivatkozni... Most már ugye az ügyészség vezetőhelyettes is elmondta, hogy persze tudják, és akire mi gondolunk, az... De azt mondták, hogy zajlik a vizsgálat ebben az ügyben. Igen, igen. Ezt mi évekkel ezelőtt megtettük a feljelentést, hogy igenis lehet tudni, hogy ki. És arra hivatkoztak eddig, hogy nem lehet beazonosítani, ki az a Tóni, meg az Ádám és a Barbara. Ti azt mondta az ügyészségnek a vezetője, hogy hibásan jelent meg a sajtóban, mert hogy ők igenis tudják, és hogy ebben az ügyben zajlik is a vizsgálat, és akkor utána, hogy igen, de hogy attól, hogy valaki hivatkozik valakire, meg azt mondja, mert most mi van akkor, ha valami hangfelvételen én mondom azt, hogy megbeszéltem önnel, hogy én fogom csinálni a kukaszállítást Hódmezővásárhelyen. Be kell bizonyítani, hogy rengeteg olyan ügyünk van, kuka például, nagyon szívesen elmondom, valószínűleg egy olyan vásárhelyi céggel, Lázár közeli vásárhelyi céggel nyerették meg annak idején a szemétszállítás, kukabeszerzés és kukásautó beszerzés tendert. A mostani információim szerint a cég, akivel megnyerették ezt a tendert, az nem lett volna jogosult még indulni sem. Ugyanúgy, mint a Eliosos botrányban, ami az Unió hatósága vizsgált és korrupciónak talált, ugyanígy itt is volt egy első kör, ahol még volt 3 pályázó, aztán újra kiírták, ott már csak 1 pályázó volt, és bár nem is lett volna alkalmas rá, mégis vele rajta keresztül szereztették be, nem a gyártótól vették meg a kukásautókat, ami 300 millióval olcsó lett volna éppenséggel, hanem közbe iktattak egy vásárhelyi Stroman céget. Na tehát, hogy például ezek az ügyek, ezek abszolút jól dokumentáltan feltárhatóak, nyilván... És ebben például született feljelentés? Ebből most tettünk feljelentést ebbe az ügyben, nem, ebbe korábban évekkel ezelőtt. Csak mert én azt látom, hogy ezeknél a közbeszerzéses ügyeknél valahogy úgy vannak tényleg a jogszabályok is megalkotva, meg mindig van valami olyan indok, ami utána aztán ezek nem lesznek bűncselekmények.
ez csak ebben a rendszerben van így. Egyébként, hogyha végeznék a dolgokat, és én mondhatom, hogy mi el tudnánk végezni a dolgunkat. Közbeszerzésre mondok egy példát, amikor mi közbeszereztettünk egy Hódmezővásárhely, sajnos az a város, a legnagyobb olyan város Magyarországon, ahol nem uniós szabvány szerint a szennyvíztisztítás. Erre volt 1,5 milliárd uniós pénz, de a pályázatok, amikor mi írtuk ki, akkor 4,3 milliárddal egy Veolia nevű multi cég, egy francia cég nyerte meg a pályázatot. Amikor a kormány magához vonta ugyanezt a közbeszerzést, és ők újra azt mondták, hogy akkor nem adnak nekünk 2,5 milliárdot, hogy meg tudjuk csinálni, hanem majd ők megcsinálják. És amikor ők bepályáztatták, akkor 4,3 helyett 16 milliárd lett az ár, és a Veolia helyett Mészáros Lőrinc nyerte a pályázatot. Tehát ez mutatja azt, hogy ha mit csinálnánk Magyarország közbeszerzés. És teljesen ugyanazzal a műszaki tartalommal? Gyakorlatilag ugyanazzal a műszaki tartalommal. Ők azt mondják, hogy több lakos egyenértékűre növelnék a kapacitását ennek, de ez lényegtelen, gyakorlatilag a műszaki tartalom. Ez nem lényegtelen, mert ugye nem mindegy, hogy 1000 emberre tisztítják, vagy 10 000. Ezt meg lehet nézni, mert hogyha mi pályáztattuk volna, akkor lehet, hogy nem negyede, hanem harmada lett volna mondjuk az ár tekintettel erre a kapacitás növelésre. Az egy másik kérdés, hogy miért akar valaki egy 40 000-es városban 80 helyett 160 ezer emberre tisztítani vizet. 80 is bőven elég lett volna. Ha nem akarnak oda akudjárat rakni, akkor miért? Zárójelbe zárva. Visszatérve. Tehát ha a közbeszerzéseket az országban tisztességes emberek csinálnák, akkor fele nered annyiba kerülne minden, mint autópálya Horvátországban, Mohács Eszék, 20 km horvát szakasz, negyed annyiba került, mint 20 km magyar szakasz. Tehát látjuk, hogy ha becsületes emberek csinálnák, 4-szer annyi autópályát lehetne építeni, 4-szer annyi utat, 4-szer annyi stadiont, hogyha valakinek ez a mániája, stb. Csak azért, mert nem lopnak. De sajnos azt kell mondjam, hogy a bűnüldözés ugyanez a helyzet. Ha hagynák az egyébként ott lévő szakembereket dolgozni, tisztességes embereket tennének a bűnüldözés élére, akkor amit Romániában, hogy már 120-130 politikus csuktak börtönbe a korrupció miatt, itt is meg lehetne. Igen, csak ha a román példát emlegeti, akkor ott azért még a mi magyar honfitársaink is nagyon gyakran elmondják, hogy csak de azért azt is mondják, hogy a román mindenkori hatalom az politikai eszközként használja a börtönt azzal, hogy a politikai ellenfeleket lecsukják. Tehát, hogy soha. Ugye mi van, ha ez fordítva is igaz, hogy a Fidesz gondol egyet, aztán azt mondja, hogy valaki útba van. Korrupcióba keveredett RMDSZ-es politikusok mondtak ilyet. A tények. Én azért beszélgetek átlag erdélyi emberekkel is. De nem, a szomorú az, hogy ők nem magyar embereket raktak ám börtönbe, hanem románokat. Tehát azt nem lehet mondani, hogy ők a magyarokat célozták volna, vagy az ellenfele. Nem, a román politikai ellenfelek. Az RMDSZ-es politikusok lopásait akkor is föltárták, amikor az RMDSZ kormányon volt. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy ha van egy tisztességes főügyész, akkor az pártállásra függetlenül csuk börtönben minden bűnözőt, és ez történt Romániában. A Kodruca Kövesi nem véletlen lett az egész Európai Unió ügyészségének, az Európai Ügyészségnek a vezetője. Ő ugyanis nem volt politikai oldalakra tekintettel, őt nem lehetett befolyásolni, ő nem nézte azt, hogy kormánypárti, nem kormánypárti, mindenféle pártból, mindenféle politikust, amikor találtak ügyet, végigvitték, puf, börtönbe csukták. Ezt kellene csinálni Magyarországon is, és csodálatos fejlődésnek indulna ez az ország, mert hirtelen 4-szer annyi pénzünk lenne, tessék elképzelni, az miatt, hogy nem lopják el, meg nem hülyeségekre költik. Nem csak az a baj, hogy ellopják, hanem a korrupció miatt egy csomó olyan dolog épül, aminek semmi értelme. Lombkorona sétány, fél méter magas kiáltó, és a többi, ennek semmi más értelme nem volt annak idején, csak valaki lopni akart belőle. De az volt az értelme, hogy rosszul volt az uniós forrás, meg annak céljának meghatározása, és akkor ezért lett a busz megállóból kilátó, meg nem tudom. A lengyelek miért tudtak csodálatos gazdasági fejlődést produkálni az uniónak a rengeteg pénzéből, a magyarok meg miért? De honnan tudja, hogy Lengyelországban is a 1000 projektből nincs 3, ami ugyanilyen vicces? Biztos nincs egyébként, és ezt onnan tudom, beszélgettem sok lengyel ismerőssel, politikussal is, Donald Tusk mondta nekem annak idején, hogy az a szerencséje lengyeleknek, hogy a legnagyobb kormánypárt, ugye, Kaczyński pártja, és a legnagyobb ellenzéki párt, ugye a Polgári Platform Tuskék, mind a kettő korrupció ellenes platformon állt, és azon politizált, úgy jött be a politikába. Tehát nekünk olyan politikusokra és pártokra van szükségünk, akik a tisztesség talaján vannak. A mindenki Magyarország a néppártban például ez alapelv. Amit mi Hódmezővásárhelyen csinálunk, én, mint polgármester és a kollégáim képviselőtestület, alapelv a korrupció ellenség. Ha ilyen közösség tudná vezetni ezt az országot, ugyanúgy, ahogy Lengyelországban, hiába volt illiberális Kaczyński pártja, de csodálatos fejlődést értek el. Nagyon látványosan elhúzott mellettünk Lengyelország gazdaságilag, oktatásban, egészségben, oktatásban, a skandináv oktatási színvonalat elérte Lengyelország, ami egy volt szocialista országnál, ez példátlan siker. Lát olyan
a magyar politikai paletten olyan pártokat, akik szintén antikorrupciós dogmatikai alapon állnak, és össze lehetne velük fogni, vagy együtt lehetne ebben a témában működni? Hát együttműködni szerintem mindenkivel együtt lehet működni, én olyat nem látok. Tehát ugye azt is tudni kell, hogy ez nem volt fő témája másoknak. Én például nem feltételezem, hogy a Momentum bármikor korrupciót támogatott volna, vagy részt vett volna korrupcióban, nem. Nyilvánvalóan nagyon szeretjük a Momentumot, tisztességes párt, és a többi. Ő nekik nem annyira kulcs, nem annyira központi téma, én úgy látom, a korrupció ellenség. Ez én nekem egy bevallom, egy berögződésem, hogy a minden bajok legfőbb oka, ahogy korábban is mondtam már 5-6 éve is, a gyökérok, az a korrupció. Orbán tudná tisztességesen vezetni ezt az országot, hanem az lenne a célja, hogy az ő leválthatatlan legyen, és az ő családja legyen az Európa leggazdagabb családja. Tehát ha nem ez lenne a célja, hanem az, hogy az országot felvirágoztassa, akkor ő meg tudná csinálni. Én a képességében nem kételkedek Orbán Viktornak. És mit gondol például, mert ugye nyilván itt most azért tartom ezt egy fontos kérdésnek, mert talán most először, mintha tényleg valami olyan hangulat lenne, hogy az EP választásokon akár a Fidesz a korábbi eredményeihez képest rosszabb eredmény ért. Hát aztán majd meglátjuk egyébként, mert az is attól, hogy az interneten mi van, azért láttunk már olyat, amikor az interneten voltak lájkok, és a szavazatokban ez nem látszódott. De hogyha mondjuk egy kicsit meggyengül a Fidesznek a hatalma, az milyen kihatása lehet 2026-ra, és ott ugye milyen új helyzet állhat elő? Ez azért fontos, mert ha utána jön egy új kormányzóképes alternatíva, akkor nagy kérdés, hogy például azok ki lesznek, mert a protest hangulatot érzékelem, most túl vagyok pár családi rendezvényen húsvét alkalmában, tehát abszolút lehet érzékelni, de az alternatívát azt még egyelőre nem látom. Egy diktatúrában soha nem tudnak felépíteni egy alternatívát. Mi ezzel megpróbálkoztunk ugye 22-ben. A lejárató kampány miatt az emberek azt látták, jaj, hát ez hülyeségeket beszél. Nem azt nézték, hogy az elmúlt 33 évnek, 32 évnek a legjobb programját tettük le az asztalra. Nyilván nem, hát én nem is tudtam, hogy van programjuk. Mindenki az érzeteket nézi. Igen, de hát nem az, hogy úgy kéne dolgozni, hogy az embereket érdekelje, vagy felkeltsék az érdeklődést. Ki a nyilvánosság, azt kell mindig megkérdezni. Addig, amíg a Fidesz ennyire le tudja uralni a nyilvánosságot, hiszen ők százszor annyi felületen, százszor annyi pénzből tudnak hazugságokat hirdetni, mint az ellenzék, ahogy erre tud válaszolni. Jó, de kinézi ma már például az M1-et, tehát hogy én ezt mindig nagyon meghallgatom. Nagyon sokan látják a Fidesz óriás plakátjait, nagyon sokan látják a Fidesz fizetett hirdetéseit, a Megafon hirdetés, ami följön, ha akarom, ha nem. Én nekem is a vásárhelyi hazugság médiának a hirdetései följönnek rendszeresen, mert van pénzük behirdetni. És aztán én erre tudok válaszolni, nem tudok, mert nekem nincs felületem, nincs pénzem, nincs óriás papáj, de nem engedem is, be a köztévét. Igen, de azért önnek készített, nem tudom, interjút a Partizánt, elment az internetes felületekre, ott volt a TikTokon, közösségi médiában. Azok az emberek nem is szavaztak a Fideszre. De mondjuk én tudok olyat, aki szavazott pont azért a Fideszre, mert azt mondták, hogy a Márki-Zay Péter sokat beszél, meg élőzik, abban furán beszél, és hogy... Igen, de ezért, mert ez volt a Fidesz narratívája. De nem azért, mert az volt az embereknek beszél, túl gyorsan beszél, hadar. De nem azért az volt a Fidesz narratívája, mert hogy önnek megmérték, és akkor látták, hogy ezek azok a sztereotípiek, és azt erősítették fel, de hogy az embereknek is volt egyfajta érzetük önnel kapcsolatban. És ezt a lejárató kampány része volt természet. Ezt találták kifogásnak, ugye? Soha nem beszéltek arról, hogy Hódműzővásárhelyen mit értem el. Az, hogy Hódműzővásárhely hogyan lett, most már 6 év, akkor 4 év alatt, de már akkor is így volt. A legnagyobb adósságot visszafizető város, a legtöbb adót eltörlő város, a legkorruptabból a legkevésbé korruptá vált város, ahol az emberek a legelégedettebbek a közterületek állapotával, az ingyenes buszközlekedésünkkel, meg a hulladékkezeléssel és a szemétszedéssel és illegális lerakók felszámolásával. Hogy környezetvédelemben, tisztaságban, védett épületek, műemlékek felújításában, egy új kempingépítésem, és a többi, annak ellenére, hogy tőlünk minden forrást elvettek, hogy Lázár János szisztematikusan akadályozza a város fejlődését, ahol csak tudja, és ehhez képest Hódműzővásárhely talán a legjobban fejlődött az országban. Hát nyilván erről vagyunk, és nem az értelemszerű, hogy erről nem a Fidesz beszél, erről ugye önnek én kell... Én beszéltem róla, de megint csak a nyilvánosság 95%-át a Fidesz uralja. Onnantól kezdve ő tematizál. Ezt tudomásul követ az ellenzéknek. Egy diktatúrában a sajtót, a nyilvánosságot uraló pártnak van képessége tematizálni. Én nekem állandóan arra kellett reagáljak, hogy én akarok-e elzárni gázcsapot. De nem az, hogy ön sétált bele ebbe a csapdába? Nem. A tematizálásnak az a lényege, hogy ha nem mi tematizálunk, akkor mi kénytelenek vagyunk folyamatosan reagálni, és igen, ez egy hiba, hogy mi nem a saját mondandónkat mondtuk, hanem próbáltunk védekezni a lejárató támadások ellen. Ha nem tettük volna, sajnos attól még ezek a lejárató kampányok ezek működtek volna, az emberek nem voltak hajlandók. Tehát például abban a kampányban kitört a
háború mellettünk Ukrajnában, senkit nem érdekelt semmi más, csak a háború. És innentől kezdve azt, hogy a Fidesz azt hazudta, hogy mi katonákat küldenénk, nekünk folyamatosan azt kellett bizonyítani, hogy nem, csak ők ezt 95 felületen tudták megtenni, mi meg 5 felületen tudtuk cáfolni, és olyan emberek is, akik egyébként pontosan tudták, hogy mi mit csináltunk Vásárhelyen, még lehet, hogy ellenzékiek is voltak közöttük jó szám, szép számmal, és mégis az volt a félelmük, rettegtek attól, hogy mi átküttetnénk az unokáikat kisfiúba, kislányá, meg elvinnénk őket meghalni Ukrajnába. Tehát ez a rendszernek a gonoszsága és a lehetőségei. És akkor egy korábban félbehagyott gondolathoz most visszatérve, akár Magyar Péter jelenségéhez kötődően, az a nagyon fontos fejlemény, hogy minden diktatúrában ez a tematizáló képesség előbb-utóbb hitelét veszti. Egyszerűen arról van szó, hogy az emberek most, amikor rájönnek, hogy a Fidesz eddig azt állította, hogy még vendégmunkásként se jöhet ide migráns, most meg migránsgettókat építenek ők. Korábban azt hazudták, hogy az ellenzék akarja a gyerekeiket megrontani, most meg ők rontják meg a gyerekeinket. Tehát ez egy óriási hitelességi válság a Fidesz számára, és nem sorolom fel az összes többit, mert rengeteg van sajnos, ahol ők ugye azt hazudták, hogy nem nyúlnak a rezsicsökkentéshez, hogy maradnak az ástopok, és a többi, nem sorolom. Ehhez képest meg előre megy, nem hátra, ugye? Hát egyfolytában hátra megy az ország, tavaly még statisztikailag is. Nem az, hogy lemarad másokhoz képest, nem szó szerint visszafele ment. Tehát én azt látom, hogy előbb-utóbb azt a helyzetet éljük meg, ami volt 88-ban és 90-ben. 88-ban, ha lett volna demokratikus választás, Kádár János simán megnyerte volna. De 90-ben az utódpártya már csak 10%-ot kapott. Az emberek egyszerűen rájöttek arra, hogy ez a kommunista propaganda, hogy mi a halódó nyugatnál mennyivel jobbak vagyunk, kiválóban, itt minden nagyon jó. Az emberek meg kimentek Bécsbe, és rádöbbentek a fotocellás ajtóra, ami itthon nem volt. Itt meg sorba álltak banánért. Tehát itt most Magyarországot Orbán pont ugyanabban a helyzetbe kormányozta, mint annak idején a kommunisták, és az emberek pont ugyanúgy rá fognak jönni arra, hogy a hazugságoknak nem szabad hinni. Amikor ez a varázsa a Fidesznek megszűnik, és a fiatalokra szerintem már nem hat. Amikor megszűnik a Fidesz varázsa, akkor nem fogja őket érdekelni, hogy hogyan járatták le Magyar Pétert, Márki-Zay Pétert, meg az összes ellenzékét, hanem azt fogják mondani, hogy bármi áron ez a bűnöző banda takarodjon meg, menjen börtönbe. Amikor... Most egy kicsit ugye ez látható egyébként. Nekem megdöbbentő módon markánsabban, tehát olyan, mintha most lenne egy országgyűlési választási kampány. Igen, de ennek nyilván nincs közjogi következménye annak, hogyha esetleg, amit ön az előbb mondott, a Fidesz esetleg kevesebb képviselőt juttat az Európai Parlamentbe, annak sincs közjogi következménye, ettől még nem fogja a Fidesz feloszlatni magát, nem fogja feloszlatni az országgyűlést, és nem fogja átadni a hatalmat sem. Ők nyilván majd a következő választásra készülnek, a következő választásra mindent meg fognak tenni, mint ahogy most is a budapesti listát átalakították, a budapesti közgyűlést. Máshogy lehet már megválasztani. Tehát ők, vagy ahogy csűrték Csaba, hány körzetbe kell indítani jelöltet ahhoz, hogy országos listát állítson valaki, hány kamupártot indítanak el, amit most hiteles ellenzékének gondolnak, azok között is vannak Fidesz támogatott pártok, erről beszéltem korábban, és azért nem szívesen beszélek róla. Tehát mindesetre azért mondom, hogy nagyon sok olyan van, amikor látjuk azt. De nyilván például a Megoldás mozgalom mögött én egyértelműen a Fidesz sejtem. Jó, én elmondtam azt is, hogy Vona Gábor mögött is, aki annak idején 18-ban még oka volt annak, hogy nem lett, hogy kétharmada lett a Fidesznek, ha úgy lehet mondani, hogy ő a 5 című műsorban leginkább az ellenzéket szitta, és például én belem akkor volt, hogy mondjam, szívélyes is akkor adott teret, amikor még esélytelen előválasztási jelölt voltam, abban a pillanatban, hogy az ellenzéknek a jelöltje lettem, akkor már csak kritizált. De lehet, hogy Vona Gábor, aki ugye a kétlistás rendszernek volt ebben az időszakban híves, a többi, így gondolja? Nem az a kérdés, így gondolja. Annak idején például Vona Gábor, vagy Gyurcsány Ferenc is, nem tudjuk, hogy gondolja, de amikor hatalma volt Vona Gábor, akkor egy orosz kémet küldött a parlamentbe. Most az Európai Parlamentbe. Kovács Béla, így van. Most pedig el kéne higgyük neki, hogy európai gondolkodó. Hát, ott van Gyöngyösi Márton, a Jobbiknak az elnöke, azért ellen is voltak hasonló fordulatok. Így van. Hát aki Irántól meg Oroszországtól remél finanszírozást, és iráni meg orosz érdekeket követ, és közben itt Magyarországon úgy meg nagy magyarnak adja elő magát, számomra nem hiteles, nyilvánvalóan. Az se hiteles. Más a hitelességi kérdés, meg más az, hogy a Fidesz által gründolt áll ellenzéki párt valaki. És azt például onnan lehet látni, hogy ezeknek az embereknek mennyi teret ad mondjuk a média adott esetben, vagy én őszintén szólva egy troll hadsereget nem tételezek fel egy induló új pártról, de amikor azt látom, hogy egy nagyon jól megszervezett kommunikációs kampányban például nagyon szép troll hadsereg működik. Itt melyik pártra gondol? Akkor gyanús. Ez bármelyik párt legyen, akkor nagyon gyanús nekem, hogy ott vagy a Fidesz, vagy valamelyik nagyon szervezett ellenzéki párt adná ehhez a támogatást, de nem gondolom, hogy a DK lenne mögött, tehát akkor marad a Fidesz. Tehát ilyen jelekből az ember gondolja. Nem az van, hogy vannak szimpatizások, meg aktivisták. Ugye most a... Mert ugye erre azt... Leborulok, egyébként a Vona Gábor, nyilván itt többnyire
az ő kérdése merülhet föl. Nem értek egyet ezzel azzal a múltjával, amikor ő még a cigány bűnözésről beszélt, meg gárdát alapított, és a többi. Én mindig kiálltam a cigányság mellett például. Nem értettem egyet, amikor Európai Unió zászlót égetett. Nyilván vannak fenntartásai, amikor ő most nagyon európainak gondolja magát. De ezzel együtt is az, amit csinál, az egy nagyon profi, nagyon színvonalú. Én meg pont azt látom, hogy egyébként teljesen légüres térben van, legalábbis az internetes megtekintésekben nagyon kevesen nézik a... Viszont kommentelője meg rengeteg van. Erre mondtam azt, hogy ez egy rendkívül jó szervezett kommenthadsereg. Ilyen azért nem szokott lenni egy induló pártnak, de ezzel együtt is, tehát amit ő csinál, vagy amit az ő stílusa számomra is nagyon szimpatikus, tehát ő vele ellentétben nem hadar, roppant nyugodtan tud nyilatkozni, igaz, mondom, a hitelességet a cselekedeteivel nincs mindig összehangban. Akkor nem lesznek közös listán ezek szerint. Valószínűleg nem leszünk, ő ugye nem, meg sem említette azt, hogy valamelyik európai pártcsaládba idekezne, mi az Európai Néppárttal vagyunk nagyon jó kapcsolatban, ugye ott a elnökével is találkoztam, az alelnökével találkoztam, a frakcióvezetővel találkoztam, több miniszter, vagy bocsánat, képviselőjükkel, európai képviselőjükkel, a büdzsébizottság vezetével, Franz Josef Strauss volt, Bayer miniszterelnöknek a lányával, a Monika Hohlmeierrel, azóta is beszéltem már, tehát nekünk, vagy éppen Tusk, vagy Zurinda és a többi, tehát nekünk az Európai Néppártban beágyazottságunk, kapcsolatrendszerünk van. A legtöbb magyar ellenzéki pártnak nincs. Ha már Tuskot említetted, tök régóta meg akartam kérdezni egy dolgot, mert még volt egy interjú a Hit Rádióban, és akkor pont ez a dollár baloldalos kérdés volt, és akkor azt mondta, hogy a Donald Tuskot is többek között el tudták hozni rendezvényre, ugye a kampányzáró rendezvényre, hogy csak ott én arra kaptam fel a fejemet, hogy az pénzbe került? Nem. Mert ugye ott pont tehát akkor ő nem kért gázsit, vagy tisztelet, mert ott olyan furcsa jött le nekem ez, hogy akkor ott pont az ilyen támogatós... Meg tudtuk győzni, hogy jöjjön el, és ez egy fontos. Ugye azt az elmúlt évtizedekben jellemzően mindig a Fidesz mellett voltak itt lengyelek Budapesten, és az, hogy 22-ben lengyelek már nem álltak ki Orbán mellett, mellettük viszont egy volt miniszterelnök, lengyel miniszterelnök, illetve elnök áll ki, az Európai Unió volt elnöke áll ki, az egy óriási fegyvertény volt. Tehát, hogy a lengyelek 22-ben már az ellenzéket támogatták Magyarországon, és nem a Putyin párti áruló Orbánt. Hadd kérdezzek egy személyesebbet, hogy most a politikában azt látom, hogy mind a két oldalon azért zajlik ez a másik mentális állapotának a megkérdőjelezése. Ugye Orbán Viktorról van a Gráci klinikának a legendája, amit egyébként ők cáfolnak folyamatosan, illetve a másik oldalon most éppen Magyar Péter mentális állapotáról szólnak a diskurzusok, de hát ugye önnel kapcsolatban is előfordult, és mivel ön volt ilyenben, ezért kérdezem, hogy amikor mondjuk valakit lebolondoznak, vagy ilyenek, akkor mennyire nehéz otthon itt körbenézni, vagy mennyire rengeti ez meg az embernek az identitását? Nézze, hogyha valakit alappal kritizálnak valamivel, és itt mondjuk a Magyar Péter esetében azt gondolom, hogy a házastársi kapcsolatrendszerében biztos, hogy nem volt minden rendben. Tehát annak a kritikának egészen biztosan van alapja. Pro és kontra. Tehát én nem gondolom azt, hogy abban a házasságban volt egy szent és volt. Tehát, hogy mind a ketten úgymond ölték egymást abban a kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy abban a kapcsolatban biztos, hogy lehet, hogy egyoldalú volt a lelki bántalmazás és a többi, de valószínűbb, hogy valami, most őszintén szólt, tehát a Varga Juditnak a Pegazus botrány, kegyelmi botrány, Völner ügy, és a többi után a szava hihetősége az nem 100%-os, azért ezt valljuk be. Tehát ő ebben az egy interjúban is biztosan mondott hazugságokat. Na most ezzel ellentétesen, és az elhallgatás a legnagyobb hazugság, hogy ezekről ugye nem hajlandóak beszélni, ehhez képest azt gondolom, hogy az, amit tudunk erről az ügyről, az nem feltétlenül alapozza meg, hogy ez egy egyoldalú ügy lenne. De ezzel együtt, ha ebből bármi igaz, amit ő elmondott, akkor legalábbis fölmerül az, hogy Magyar Péter nem volt a legjobb férj, mondjuk így. Nem bátorította és támogatta esetleg a feleségét, hanem kritizálta, megalázta. Lehetséges, lehetséges. Ez az ügy nem erről szól. Ő ellene ezt ki tudják használni. Ha van ennek egy alapja, akkor ott az ember lehet, hogy dübegurul és válaszol, és a többi. Az én esetemben azért azt kell mondjam, hogy nem csak arról nem beszéltek, hogy Vásárhelyen mit értünk el. A családomról sem nagyon beszéltek. Max a feleségéről bizonyos kontextusokban. A feleségemről hazugságokat mondtak, a feleségemnek az elmúlt években csak ebből volt bevétele. Többek között ezért tudom. Kártérítési perekből? Ezért tudom azt, hogy ebből nem lehet megélni. Ugye Vona Gábornak az egyetlen magyarázata arra, hogy honnan van pénze, az elmúlt években, amikor már nem volt pártvezető, parlamenti képviselő, stb. Hát én tudom, hogy amennyit ő is nyert, meg a feleségem is nyert ilyen perekbe, az 10 milliós nagyságrend egyébként, hát az nem fogja pótolni azt, hogy évek alatt nem volt fizetése valakinek.
honnan vesz lakást, honnan vesz Isztambulba lakást, és a többi, szóval azt nem lehet ezekből a perekből kifizetni. De ezzel együtt is, mondom, az én esetemben arról sem beszéltek, mondom, arról akár a család. Ugye egy 7 gyermekes gyakorló keresztény családapa, élőhitű keresztény, szóval ezt nem támadták soha. Nem is tudják támadni, nem is fogják támadni. Persze mondanak sületlenséget, de Vásárhelyen is én tudom, hogy kik a Fidesz jelöltjei, egyik sem jár templomba, egyik sem hívő ember, és egyik sem keresztény életvitelű. Tehát én pontosan tudom, hogy a valódi kereszténység az nem fogadja el a lopást, azt nem fogadja el, hogy embereket hagyok meghalni, mert rossz vakcinát adok neki, mert abból lehet lopni. Egy keresztény ember ezt nemhogy nem fogadja el, hanem ezt nem hagyhatja szó nélkül. Én azt gondolom, Ferenc pápa útmutatás alapján, az egyház általában útmutatás alapján a mi keresztény kötelességünk, hogy mindig felszólaljunk ezen bűnözők, a lopás, a megfélemlítés, az elnyomás, a faji diszkrimináció, a nemi diszkrimináció ellen. Tehát az, hogy a cigányságot egészében letámadják nálunk, a Fidesz egyik támadása ellenem az volt, hogy cigányokat akar beköltöztetni a belvárosba. Ezzel támadott engem Lázár Csabota. Tehát ez micsoda aljas rasszizmus. Szóval én azt mondom, hogy keresztény emberek, hál' Istennek, fölvállaljuk, akkor is, ha nem népszerű. Az én cigányság melletti kiállásom, az nagyon, nem, én nem is tudok egy politikus sem ebben az országban, aki annyira kiállt volna a cigányság mellett, mint én. Akkor például Puzsér Robert legújabb rapdala, amiben Orbán Viktort vajdázza, ez akkor annyira nem szimpatikus? Én mindenféle nemi diszkrimináció, nem és faji diszkrimináció ellen vagyok, tehát azt, hogy valakit a bőrszíne alapján ítéljük meg, és az alapján, az a csöbredőnek, bűnözőnek nevezünk, és a többi, ez végtelen fölháborít. Keresztény emberként nekünk kötelességünk mindig a bántalmazottak mellett kiállni. És Hódműzővásárhely valóban ebben is példát mutatna, és erről sem beszélt ugye a kampányban senki. Ez a mai végszó. Márki-Zay Péter, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.